Hát jó lett volna, hogyha döntetlen lett volna a török-román, de hát ez nem kívánságműsor. Meglepetés számomra, hogy a románok nagyon magabiztosan nagyon jó játszva nyertek. Most nem tudom, hogy jó-e nekünk, avagy sem. Félek, hogy a törökök most mint megsebzett oroszlánként jönnek ide, amely lehet egyébként rossz is a számukra, és remélem, hogy a számukra rossz lesz, de az azért nem lesz könnyű mérkőzés. Én azt gondolom, hogy inkább megfordítanám, nekünk önmagunkat kell legyőzni, most egy domináns játékot kell játszanunk a törökök ellen, ami azt jelenti, hogy mi kezünkbe tartjuk a mérkőzés irányítását, és ha ez így lesz, akkor egy nagyon jó hangulatú meccset fogunk játszani a Puskás stadionban. Régen, ugyan ami nagyon régen volt, a mi időnkben is az volt mindig a feladat, Baróti Lajos bácsitól kezdve a mindenkori szövetségkapitányig, hogy akárki az ellenfél, ugorjunk neki a Puskás stadionba az ellenfélnek, az első 15-20 percben próbáljunk meg nagy tempót diktálni bátran, teljesen mindegy, hogy ki, mert az arénának van egy olyan atmoszférája, ami rendkívül különleges, és hogyha ez érezhetővé válik a csapat részéről, a szurkolók rátesznek még egy lapáttal, akkor bizony az első 15-20 percben akár el is lehetne dönteni a mérkőzést. Tehát nem tisztem, hogy a taktikát elmondjam, de én azt várom, hogy akkor lehet eredményt elérni, ha igazi futballhangulat van. Ha igazi futballhangulatot pedig egy olyan magabiztos játékkal, domináns játékkal lehet előidőzni, amit az előbb említettem. Ugye se Juhász, se Zsuzsák nem fog a kapitány rendelkezésére állni. Ilyen helyzetbe be lehet dobni esetleg a fiatalokat, akik ott vannak a tűz közelben, vagy ilyenkor inkább a rutinos játékosokra hagyatkoznak? A keret az adott. Ezen belül kell Egervári Sándornak sakkoznia, majd ő kitalálja. Azok a fiatalok, akik a keretben vannak, azokban is már van nagyon sok munka, nagyon sok nemzetközi mérkőzés, elég sok tétmérkőzés, úgyhogy szerintem ez nem perdöntődés. Hogyha azt olvasom, hogy a belgáknak, a belga mostani válogatottnak a fele 20-21 éves fiatalból áll, és nagyszerűen a szerbek ellen idegenben nyertek 3-0-ra, akkor azt mondom, hogy a mi fiataljaikat miért ne lehetne mélyvízbe dobni.